10 év kihagyás után idén karácsonkor újra járják a Betlehemet Restén. A kassavidéki településen erősíti a hagyományok megőrzését, és különlegessé varázsolja az ünnepeket ez az ősi misztériumjáték. A karácsonyhoz kötődő dramatizációt azok a helyi fiatalemberek játsszák, akik évekkel ezelőtt gyerekként tették ugyanezt. Azért éreztük úgy, hogy újra járjuk ezt a Betlehemet, mert szükségét érezzük. Ez egy nagyon régi hagyomány, amit édesapainktól, nagyapainktól, dédanyapainktól örököltünk, vettünk át. Gyerekként 3 napon keresztül járták a Betlehemet, a falu minden házába bekopogtattak. Szabad a Betlehem! Igen, tessék, szabad! A pogány szokásokból kialakult előadás általában 6 szereplős. A kecskés, az öreg, az angyal és a 3 pásztor tolmácsolja a karácsonyi történetet. Nem sok minden változott, én ugyanúgy érzem, szeretem járni, és igen, öröm, jó párti vagyunk, tehát mindenki ugyanúgy szereti, mint én is szerintem. Még megpróbáltuk átadni a fiataloknak, de hát valahogy nem sikerült, és ma nem tudtuk azt nézni, hogy egyszerűen csak úgy abban maradt, hogy nincs, és azért úgy megbeszéltük, összejöttünk, és akkor ugyanúgy 10 év után folytassuk. Nagyon sok jó emlék visszatér a régi időkből, hogy összejöttünk újra. Ez a viselet, ez a templomból van, minthogy kikölcsönözve. A szalagokat ezt mind gondoltuk így el, a magyar színek képviseletére. A betlehemezőket mai napig nagy örömmel fogadják Restén. Dramatizált előadásukat már hagyományosan házi pálinkával és süteménnyel hálálják meg. Tudjuk, hogy itt van a karácsony, hogy a Jézuska megszület, és ez annak a jeléül van. Szívesen lássuk, szívesen fogadjuk őket. A gyerekeink, a fiúk, már ők kiskoroktól is ezt járták. Azután volt nagy kimaradás közte, és most örülünk, hogy újra összeálltak, újra együtt a csapat. Jó kívánságaikkal búcsúznak a betlehemmezők, és házról házra járva hirdetik tovább az örömhírt, Jézus megszületését.